Véleményem szerint a farkas nem akkor üvölt, amikor teri holdon, hanem amikor akar. Amikor úgy látja jónak. Ugye ez egy összetett dolog a farkas üvöltés, ez egyfajta GPS háromszögelés, ha társra akar találni mondjuk párzási időszak idején, illetve egyfajta teritoriumvédelem, fajvédelem, mert ha bejön a teritoriumba egy másik falka esetlegesen, akkor ott valóban véres harcok kezdődhetnek, mert életük árán is megvédik a falkát, illetve a saját élőhelyüket. Ugyanakkor egyfajta örömünnep is, egyfajta kántálás, mint régen az asszonyok a fonóban. Hangulat. Az egy tévhit egyébként, hogy ha vért érez, akkor nem cápa ő. Tehát a cápákkal nem tudom mi a helyzet, ahhoz nem értek, de igazából ezeket el kell felejteni, ezeket a régi beidegződéseket. Ez olyan, mint amikor még szegény nagymamám, amikor égett sebben volt, akkor zsírt kellett rákenni, és a kacsa zsír volt a legjobb. Tehát ezeket el kell felejteni. Vérszagra nem kezd el támadni egy állat. Ezt mi napintap ugye megtapasztaljuk, hiszen vannak sérüléseink jócskán, főleg a növendékállatokkal, akiknek a kontrollharapás még nem alakult ki annyira, ezeket meg kell, hogy tanulják tőlünk, és hát igazából ezt mindenképpen én elvetem, tehát ezzel én nem értek egyet. Simán, zokszó nélkül én azt mondom, ugye mindig a kutyából indulunk ki, és ezt elvettem, tehát el kell felejteni, a kutya az kutya, a farkas farkas, tehát a kutya lehet, hogy kihívásnak érzi, hogyha az ember belenéz a szemébe, és szugerálja. Egyébként bizonyos vadaknál, például szarvasnál véleményem szerint az egy egészségtelen dolog, hogyha valakinek van alkalma mondjuk egy 18 kilós agancsú szarvasbikának a szemébe nézni, annak gratulálni tudnék, meg a bátorságért is, de lehetetlen. Farkassal szemben én azt mondom, hogy simán. Tehát nap mint nap mi, akár farkas üvöltésnél, amikor egymás szájába üvöltünk, ugyanúgy óhatatlanul belenézünk egymás szemébe. Az már más kérdés, hogy a farkas és a kutya között, például ebben a tekintetben az a különbség, hogy a kutya az függ az embertől, a farkas nem függ az embertől. Én nap mint nap tapasztalom a kollégáimmal, hogy igenis a szemünkbe néznek, de akkor, hogyha akar. Ez ugyanolyan történet, mint hogyha hallgat-e a nevére. Természetesen, ha akar, hallgat, ha nem akar, nem hallgat, mint egy aféle rossz gyerek. Véleményem szerint sehogy nem lehet az ember alfa egy falkában. Az egy nagyon rossz üzenet szerintem, egyfajta homo sapiens fajsovinista álláspont, hogy valaki mondjuk egy falkába bemegy, és akkor ő ott dominánsként alfa pozíciót foglal el, akár hím vagy nőstény, attól függ, hogy ki az illető. Én ezzel nem értek egyet. Ezek az állatok nem tartanak a falka szoros tagjának. Viszont az embernek van mindenképpen egy olyan szerepe, egy olyan funkciója, hogy ugye a vezetésre törekvés a farkasokra jellemző erősen. Azáltal, hogyha egy ember bent van a falkában, és hozzáér, az érintésnek nagyon fontos szerepe van, egy varázsa van. Hát miért jó, hogyha mi egymást simogatjuk? Ugye növeljük talán a társunkban azt, akit simogatunk, az alfa pozíciót. Na most itt megnyugtatunk egy állatot azáltal, hogyha hozzáérünk, biztosítjuk az ő falka pozícióját. Ugyanakkor ezzel nagyon is kell vigyázni az érintéssel, de tény az, hogy csínyen kell ezzel bánni, mert hogyha túlságosan sokat érintjük a kollégáinkkal valamelyik farkast, akkor ott érezhető, hogy hangulatban egy kis agresszivitás is előtör. Bizonyos falkáknál például, főleg nálunk ez a timberekre jellemző, ahol több nőstény van, tehát három nőstény és egy hímél együtt. Tehát erősítjük, és ez némi zűrzavart okoz.